Engem tehát azt mondja, hogy jó estét, gyerekek! Remélem, ma voltatok ágyban már. Így mindenki nyugodtan oda tud figyelni a madámok mesélyére. Egyszer volt, hol nem volt, volt tatabányán egy szülészet nőgyógyászati osztály, ami 13 évvel ezelőtt osztályvezető főorvos nélkül maradt. A Dunatisza közének híres városából, Kecskemétről jött egy kis ember, aki vállaira vette e nagy osztály minden gondjár baját. Főorvos urunkat az Isten óriási tetrekészséggel, kitartással, akaraterővel, gyorsasággal és jó erős hangszálakkal állított. Teltek múltak a hetek, nem mindig zökkenőmentesen. Történt egyszer, hogy sokan megtudhatták, hogy nincs egészen minden rendben a madámokkal. De miért? Mert csámpás lábuk, repett sarkú krampli. De mivel szóból ért a magyar ember, következett egy össznépi madám mese délután, ahol mindenki elmondhatta húját, baját, kéréseit, elképzeléseit. És lássatok csodát! Ezt követően a madámok repett sarka begyógyult, csámpás lábuk helye jött, és szinte légiesen tudtak járni. Ezután teltek múltak az évek, jóban, rosszban. És miután az élet könyvében meg van írva, hogy akik találkoznak, azoknak egyszer el is kell válnia, számunkra most jött el a válás ideje. Ezért most kívánunk a főorvos úrnak az elkövetkezendő évekre jó egészséget, munkájához sok sikert és visszafogottabb életvitelt. Mivel minden mesének van tanulsága, a mi mesénknek is van. E mese tanulsága, hogy kicsi a borzs, de erős, és hogy nehéz az összeszokás, de még nehezebb az elválás. Itt a vége, Fusser Béla. Azt hiszem, így jövök. Rövid betegség és költözik a hétköznapok. Rajta nem, mi kezdjük? Minden. Madámok! Hol vannak a madámok? Ez a kurva ajtó megint itt van, a kurvám micsája! Kisztának hozzák a beteget. Ah!
Tessék elfújni, és mondani akarjon. Tessék elfújni.